A 25 éve alapított Akegyantár Kft. A fa és bútoripari gyárak számára készít és szervizel szerszámokat, munkaeszközöket. Fél éve új telephelyre költözött a gyár, a CET Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Non-Profit Kft. Támogatásának köszönve. A költözés oka, hogy a Prosperitáti Alapítvány pályázatán nyert új fűrészélezőgépek nem fértek el a régi gyárban. Az 5 CNC gép 40,9 millió dináros befektetés, melyet a magyar kormány 15 millió dinárral támogatott. 15 millió dinárt kaptunk a Prosperitától, így meg tudtuk venni a legújabb, legmodernabb élezőgépeket, és ezzel a lépéssel és ezekkel a gépekkel a szerpiacon a felső szinten vagyunk. A nagy cégeket, amik vannak Szerbiában, ezeket mind ki tudjuk szolgálni minőséges szolgáltatással. A vajdasági magyar közösség a magyar kormány támogatásának köszönve mára leküzdötte azt a gazdasági lemaradást, amelybe a 90-es évek irányított privatizációja okán került, Véli Pásztor István, a VMS elnöke. Az, ami az utóbbi 6-7 évben gazdaságfejlesztésben történt, köszönve a magyar kormánynak, az ennek a lemaradásnak a lenullázása. És mára meggyőződéssel állítom, hogy olyan kondícióban vagyunk, mint amilyen kondícióban vannak azok, akik az elsődleges privatizációnak a sikeres résztvevői voltak a többségi nemzet oldalán. Lehet, hogy nem vagyunk annyian, mert hogy különben is kevesebben vagyunk. De olyan cégcsoportokat, olyan teljesítményeket tudunk fölsorolkoztatni, amik pontosan ezt az állítást bizonyítják. A gazdaságfejlesztési program elérte a célját itt Vajdaságban, melyhez kellett a magyar kormány támogatása, de az itteni emberek kitartása és a szerb kormány elfogadó hozzáállása is, mondta Magyar Levente, magyar külgazdaság és külügyminiszter helyettes. A magyar kormányzat által kiírt egyéb lehetőségekkel is tudtak élni, amelyeket, hogyha egybe számítok a Prosperitáti Alapítvány által bonyolított programmal, akkor egy nagyon komoly számot kapok a végén, mert most néztem meg a számításokat, körülbelül 210 milliárd forintnyi, tehát 600-650 millió dinárnyi, hogyha jól számolom, fejlesztés megvalósulását tette lehetővé itt Vajdaságban az utóbbi években. Ezek a fejlesztések fizikai fázisban talán 18-tól értek, tehát az utóbbi 5 évben, valósult meg egy ilyen hallatlanul nagy volumenű fejlesztés sorozat, tehát azért ez egy komoly összeg, hogyha mindent egybevetek, és azt gondolom, hogy meg is látszik most már a Vajdaság egészén. Készek vagyunk a korábbi lendülettel folytatni a munkát, a külső körülmények ellenére is igyekszünk maradni a korábban megkezdett úton, tette hozzá Magyar Levente.